Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Most hétvégén rendezik meg újra a Nyírtéti Motoros Fesztivált. Vendégeim a település polgármestere Révész Dezső, valamint Gyulai László, a szervező brigád kitűnő tagja. Szervusztok, sziasztok! Szia! Kiemeltem, hogy újra megrendezik a Motoros Fesztivált Nyírtéten. Egy kis szünet után most újra dübörögnek majd a kétkerekűek. Hanyadik alkalommal szervezitek meg ezt az idei 2017-es rendezvényt? 12. alkalommal rendezzük meg ezt a múlt és jelen veterán autós és motoros találkozón, illetve a Galic József emléktúra nevet kapta meg, megboldogult barátom emlékeire. Két év szünet, pihenő, kihagyás után jött az az ötlet, az a javaslat, hogy ismételten egybegyűjtsük ezt a veterán autós és motoros társadalmat, és megmutatjuk nekik újra a települést, illetve Nyírtét község vonzás körzeteit. A vonzás körzet mit jelent? Gondolok itt arra, hogy honnan indultok, merre haladtok, meséltek erről, Laci? Hát a vonzás körzet ugye az a szomszéd községek, illetve egy kicsit azon túl is, tehát ez a mostani, ez konkrétan ugye indul a túra Nyírtétről, Apagy, Ófehértó, ott ugye lesznek különböző rendezvények, és onnan át Harangodra, ahol az ebéd lesz, és Harangodról lesz majd a menet Apagyon keresztül vissza Nyírtétre. Tehát milyen programok vannak ilyenkor, akár mondjuk az állomásokon, vagy akár a központi helyszínen, ugye Nyírtéten, ahonnan indul és ahova érkezik majd a menet? 9 órától lesz a megnyitó. Uh-huh. A megnyitóval egy időben koszorúzunk is a megszokottaknak megfelelően. Az idején így fogalmaznánk, hogy a Mennyek országútján közlekedő barátaink emlékeire, és akkor ezt követően 10 órakor indul el a számításaink szerint durván egy ilyen 6 kilométer hosszú menetoszlop, hogy megtegye ezt a mindösszesen 83 kilométeres tájtúrát. Ahogy Gyulai kollega mondotta, Ófehértón fogunk megállni először, oda pedig úgy jutunk, hogy Székely, Ramacsáza, Ibrony levelek besenyőd érintésével. Uh-huh. Ott Ófehértó központjába bevárnak már bennünket az ófehértói motorbarátok, az ófehértói önkormányzat, illetve a lakosság. Ők vendégül látják hűsítővel a tájtúra részvevőit, valamint az ófehértói motorbarátok szervezésében egy hatalmas nagy motorsót fogunk látni, ahol gomúj füstölésen keresztül Street Fighter bemutatóra is sor kerül. Ezt követően, mikor ettünk, ittunk, szórakoztunk, akkor Mária Pócs Harangod útirányt vesszük alapul, ahol már ebéddel várják a nyírtéti őrültek a tájtúra résztvevőit. Az ebéddel egy időben motorhangerő mérést szeretnénk Harangodon tartani. Egy átlagos decibelmérés az mennyire szokott tényleg hangos lenni? Milyen értékeket szoktatok produkálni? 120 és 130 decibel között szoktak a motorkerékpárok dübörögni. Majd ezt követően durván 15 óra magasságába Nyírtétet vesszük ismételten célba, és akkor napkor Apagy érintéseivel érkezünk Nyírtétre a Kossuth-Lajos utcába. És hát ott nem akármilyen programmal zárul majd ez a dolog, lesz egy koncert is, hát nem feltétlen a mai trendnek megfelelő divatzene lesz, hanem egy olyan igazi motoros fesztiválos zenekart tudtatok elcsalogatni Nyírtétre. Ki fog koncertet adni a településen? P-Mobil. A P-Mobil, igen. Schuster Lauriék meghívásunkat örömmel vették, uh-huh, és felteszik a pontot az íre május 28-án. Kiknek javasoljátok amúgy ezt a rendezvényt, és körülbelül hányan szoktak megmozdulni? Javasolni mindenkinek javasoljuk, mert ugye itt nincs az kötöttség, nincs kórhoz kötve semmi.
Elég sokan megmozdulnak, akár a községben, akár a környező községekből is. Ugye itt gondolván a bemutatókra, tehát a Spitfire bemutatóra, illetve a koncert miatt is kíváncsiak az emberek nyílt érkőségnek rendezvényére. Igen, meg mivel több települést is érint ez a rendezvény, így mondhatni, hogy több száz embert, vagy akár több ezer embert is meg tudtok mozgatni. Ugye motorkerékpárokból várunk 1500-2000 motorkerékpárt, és annak tulajdonosát, veteránautókból is egy közel 50 darabra számítunk. A korra való meghatározásnak talán az a legjobb szimbóluma, amikor a nyírt éti 80 éves néni kérte a tiszteletes urat, hogy a misét később kezdje, hogy hagyva újjanak el a motorok, és akkor tudjanak benne gyönyörködni. De jó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor a nézőknek összegzem, hogy most vasárnap nyírt éten, de a környező településeket érintve is dübörög majd ez a bizonyos motoros találkozó, ha tehetik, mindenképpen látogassanak el erre a rendezvényre. Múlt hétvégén pedig egy különleges jubileum ünneplő Nyíregyházán a Szabolcs Néptánc Együttes ünnepelte születésnapján a gála műsorukon, stábunk is forgatott, összefoglalónkból most minden kiderül. Több órás gálaműsorral készült 60. születésnapja alkalmából a Szabolcs Néptánc Együttes, a közösség apraja nagyja színpadra lépett. Gyerekekkel együtt 340, körülbelül 340-en állunk színpadon, óvodáskortól az alapítónkig, aki 74 éves. És a nézőtéren rengeteg olyan táncosunk ül, aki valamiért nem tudta leakasztani szegről most a csizmáját, de szimpatizál velünk, és eljön megnézni a műsorunkat. 1957-ben alakult az együttes, tehát 60 éves az együttes. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy családi ünnep, ami azt jelenti, hogy nem valakit ünneplünk, hanem egy összetartozást, egy családot, akik részt vettek ez alatt a 60 év alatt az együttes működésében, az együttes továbbvitelében, az együttes arculatának kialakításában, és hát természetesen baráti kapcsolatok születtek, szerelmek születtek, és ez remélem így lesz tovább. Óta folyamatosan bővülő repertoárral és egyre gazdagodó jelmeztárral működik a Szabolcs Néptánc Együttes, amely a kulturális és közösségi életben tett kiemelkedő munkájáért a közelmúltban elismerő díjat vehetett át. Mi soha nem arra hajtunk, hogy versenyezzünk, megmérettessük magunkat. A mi táncosaink a legkisebb falvakba, a legkisebb színpadon is nagyon jól érzik magukat. Mi mindig is mondjuk, hogy nem csak a város, hanem a megye együttese vagyunk. És annyira megtisztelő, hogy a napokban a Szabolcs Néptánc Együttes a megyeházától, a Szentpéteri Zsigmond kulturális életben sokat tett közösségi életért kitüntetésben részesült. Közel 20 produkciót és mintegy 340 táncost láthatott a közönség szombaton a Continental Arénában. Jubileumi évkönyv jelent meg a Nyíregyházi Egyetemről, most már ugye így titulálhatjuk az intézményt, de hát az elmúlt 55 évről faggatom Balog Árpádot, szép napot kívánok! Szép kívánok! 55 évet nagyon-nagyon nehéz egy könyvbe összegezni, önök mégis megtették. Miről szól maga a könyv és milyen tematikája van ennek a megjelent kötetnek? A kötet tulajdonképpen ismeretterjesztő jelleggel készült,
az elmúlt 5 évtized munkásságát próbálja bemutatni a nyíregyházi jogelőtt felsőoktatási, illetőleg középfokú oktatási intézményekkel kezdődően a napjainkig. Aktualitása több vonatkozásban is megvolt. Nyilvánvalóan a legaktuálisabb az lett, hogy 2016. január 1-től a főiskola, a nyíregyházi főiskola alkalmazott egyetemi státuszt kapott, és nyíregyházi egyetem néven működik tovább. Másrészt pedig olyan sok változás történt az elmúlt 50 évben, a felsőoktatás történetében, az országos szinten is, illetőleg a megyében, a városban is, hogy úgy gondolta az akkori vezetés, hogy érdemes lenne ezt a utókor számára megörökíteni, és még életképekben is megjeleníteni az egyes történéseket. A kiadvány kronológiai sorrendben mutatja be a főiskola tevékenységéhez kapcsolódó területeket, így természetesen elsősorban az oktatás, oktatás szervezés és a gyakorlati képzésnek a területeit. Kronológiai sorrend persze azzal kezdődik, hogy mi a története a nyíregyházi egyetemnek, jogelődi intézményekre vonatkozóan. A tanárképző főiskola úgy volt is, mert ugye, hogy a TK, igen, meg az MG, ahogyan emlegették annak idején a városban. A tanárképzés, a pedagógus képzés az 1847-re nyúlik vissza. Az új logójában az egyetemnek ezért jelentik meg az 1847-es évet. Ettől kezdve számítják tulajdonképpen a pedagógus képzést, az úgynevezett kántortanító képzést a városban. De igazából 1962-ben alakult a akkori tanítóképző intézetből a pedagógiai főiskola, majd tanárképző főiskola, 72-ben pedig a Bessényi György tanárképző főiskola. A mezőgazdasági vonal ugyancsak régi múltra tekint vissza, az is a 19. század végétől kezdődően, de 1961-ben a kertészképzéssel indult a mezőgazdasági jellegű képzés Nyíregyházán, és hát egy nagy fordulópont volt az ezred forduló 2000. január 1, amikor is a két jogelőd intézmény, akkori Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kara és a Bessényi György Tanárképző Főiskola fúziójából létrejött a Nyíregyházi Főiskola, kezdetben 3, majd 4, és hát a végén 5 karral, és egy nagyon szép kampusz felépítésével. Ön főigazgatóként és rektorként is ott lehetett ennek az intézménynek az alakulásánál. Hogyan mutatják be ezt a sok-sok évet, évtizedet a könyvben? Gondolok itt arra, hogy nem feltétlen csak a száraz történelmiségre próbáltak hagyatkozni, hanem fűszerezték ezeket érdekességekkel, akár mondjuk fotókkal, interjúkkal? Igen, azzal is. Hát nyilvánvalóan az oktatást említettem, de hát ugyanúgy a hazai nemzetközi kapcsolatokat, a kutatást, innovációt is taglalja a kötet. A hallgatói élettel, a kollégiumi élettel is foglalkozik. Sőt, az intézmény korábbi vezetőivel interjú készült mindenkivel. És hát az utolsó fejezetben életképek címmel megpróbáltuk fotóban is megjeleníteni azokat a fontosabb eseményeket, amelyek hát mérföldkőnek számítottak a jogelőd, illetőleg a nyíregyházi főiskola életében. Kiknek ajánlja ezt a kötetet? Ajánlom mindazoknak, akik itt végeztek Nyíregyházán, akár a mezőgazdasági főiskolán, akár a tanárképző főiskolán, hiszen találkoznak olyan nevekkel, olyan eseményekkel, cselekményekkel, amelyekre valószínűleg jó esőérzéssel gondolnak vissza. Másrészt ajánlom mindazoknak, akik felsőoktatásban
gondolkodnak, a felsőoktatás részvételében gondolkodnak a jövőt illetően, hiszen egy ilyen történeti háttérrel és gazdag tartalommal rendelkező egyetem most már az országban, meg kell mondani szerintelenség nélkül, hogy nem sok van, hiszen infrastruktúráját tekintve ez egy igazi kampusz jellegű intézmény egy helyen. Több olyan létesítmény van, amely kiszolgáló létesítmény, amely rendkívül fontos a főiskolai hallgatók életében. Másrészt pedig hát az a szellemi background, az a szellemi háttér, amely az oktatókban megvan, az garancia arra, hogy olyan végzettséget szerezhetnek a hallgatók, amiben könnyen el tudnak a munkavilágába helyezkedni. Ennél jobb ajánlót nem is kaphatott volna az egyetem és a könyv sem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig egy kis programajánlóval kedveskedünk most itt a Weekendben. Babic Csaba és Ács Anita a vendégem, de nem egyedül érkeztek, a témát megalapozva egy kutyussal jöttek ide a Weekend stúdiójába. Sziasztok! Sziasztok! Most hétvégén újabb kutyakiállítás lesz Nyíregyházán, a ti szervezésetekben. Mit kell tudni erről a rendezvényről, kiknek ajánljátok? Leginkább ezzel alapoznám meg az egész témát. Hát elsősorban a gyerekeknek szeretnénk ajánlani, mivel hétvégén vasárnap gyereknap lesz. Ezért erre a rendezvényre a gyerekeknek ingyenes belépést fogunk biztosítani. A Sóstói Múzeum falunkba, természetesen a szokásos helyszínen lesz ez a rendezvény. Tudni kell még róla, hogy egy országos agility versennyel fog párosulni, ami még nem volt Nyíregyházán. Ez is egy komoly rendezvény lesz, tehát olyan 50 körüli nevező érkezett erre az agility versenyre. A kiállításunkra 450 kutya, tehát egy 500 kutya nevezését kaptuk. És ami hány elég fajta érkezik majd Nyíregyházára, hiszen azért ez jó pár száz kutyus, gondolom itt nem feltétlen csak 5 fajtáról van szó. Nem, abszolút nem. Ha jól tudom, akkor 83 fajta kutya fogja magát képviseltetni ezen a rendezvényen, úgyhogy gyakorlatilag a legkisebb csivaváktól, a pomerániai törpespiccen át, az alaszkai malamutig, a német juhászok, tehát tényleg rengeteg sok fajtát meg lehet nézni mindenkinek, aki kilátogat. Vagy éppen a spánieleket, így van. Ő milyen fajta kutyus? Ő angol cocker spániel egyébként. Ő már ott lesz a megmérettetésen? Igen, igen, élet első kiállítása lesz, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy fog szerepelni. Mi a szép a kutyába? Mi az, amit néznek, pontoznak a zsűri tagok ilyenkor? Hát a szépség az ugye elég szubjektív dolog. Abszolút. Tehát az, hogy most ő szép vagy nem szép, ezt mindenki maga el tudja dönteni. A kutyakiállításoknak a lényege az, hogy minden fajtára vonatkozóan az adott fajta ország, tehát az, ahol ugye úgymond felfedezték, vagy elkezdték kitenyészteni a fajtát, az ugye felállít egy standardet, amiben leírják, hogy hogyan kell kinézni mondjuk egy szerintük szép spánielnek, vagy bármilyen fajtájú kutyának, és akkor gyakorlatilag ehhez kell a leginkább hasonlítani egy kutyának, és ezen tulajdonságok alapján bírálják ugye a bírók a kutyákat. Hogy hívják a kis kutyádat? Dívának. Díva, igen. És Dívának milyen jegyekre kell figyelni? Mi az, amit szép, vagy tényleg idézőjelbe egyben van egy ilyen spániel? Mi az, amit néztek rajta ilyenkor? Igazából nyilván tehát a fajta jelleget kell mutatnia, tehát úgy kell kinéznie, mint egy spánielnek. Na most gyakorlatilag a spánieleknek ugye ez a szép zászlós szőrzet, ami hozzájuk tartozik, tehát nyilván ez fontos része, illetve az, hogy ilyen szép hosszú fülük van. Ezt is egyébként nézik a bírók, hogy egészen az orráig kell például érnie a fülének, és szőr nélkül, tehát ugye ezt meg kell tapogatni. Tehát vannak ilyen kis
apró nüansznyi dolgok, amikre nyilván a bíróknak oda kell figyelni, és akkor így ez alapján bírálják őket. Maga az Agility Show, az mitől lesz különleges? Említetted, hogy nem volt még ilyen Nyíregyházán, de miket láthatunk? Tehát tavaly rendeztünk egy Agility versenyt, ami ilyen kupa, nyírségkupa elnevezéssel indult el. Tehát ez a lovas diugrató versenyekhez hasonlít ez a sportág, tehát a kutyának ilyen különböző akadályokat kell, hogy leküzdjön. Ez a kupa jelleg olyan 20-25 nevező volt körülbelül, tehát így kezdésnek jó volt. Ezt pályáztuk az Országos Agility és Sportbizottságtól, ezt a versenyt, amit elnyertünk, és így felkerült az országos versenynaptárba, és így Nyíregyházán itt az első országos agility versenyünket fogjuk megcsinálni. Mennyire vannak fanatikusok, akik mindig itt vannak ezen a rendezvényen, akár mondjuk a környékből, Nyíregyházáról, a megyéről? Abszolút, azért nyilván minél közelebb van egy kiállítás, szerintem annál érdekesebb egy tenyésztő vagy egy kiállító számára, hiszen azért az utazás az ma mindenki számára azért egy költséges dolog, és mint bármilyen hobbinál azért ennél is. Természetesen nagyon sok Nyíregyháza környéki tenyésztő lesz idén is kint a kiállításon, akár említhetem a pumisok, mudisokat, akik tényleg szinte minden évben ott vannak. Jaj, de jó! Már pont ezt akartam kérdezni, hogy remélem nem csak az angol cocker spaniel, a csivava és a nem tudom milyen agár fog esetleg itt megmutatkozni, hanem akkor a magyar fajtáknak is teret adtok bőven. Így van, abszolút, sőt olyannyira, hogy az elmúlt években nagyon megfogyatkozott a kuvaszok száma Magyarországon, és hozzánk például kuvasz nevezés is érkezett, úgyhogy ennek nagyon örültünk. De tényleg a magyar agár, a komondor, a pulik 3-4 színben, tehát gyakorlatilag tényleg teljes lesz a repertoár. Vannak amúgy olyan különleges kutyafajták, amiken még ti is esetleg meglepődtetek, hogy ó, itt van egy nevezés ebből is? Van olyan is, ami ugye az FCI, a világszervezet által nem ismert, elismert kutyák. Aha. Tehát vannak olyan kutyák, amit még mi se láttunk még. Na mondjatok egy párat, csak hogy egyáltalán. Én is. Anita, mondj egy párat, mert te dolgoztad fel a nevezéseket. Anita elmondja. Lesz például amerikai buldogunk, ami ugye egy FCI által nem elismert fajta, illetve amerikai bulli, ami ennek egy ilyen másik bulli, igen, ezt így hívják. Én is most találkoztam először ezzel a fajtával, valamint ami még egy nagyon érdekesség, az egy harlekin, tehát egy foltos óriás uszkár. Ami egyébként szintén nem elismert az FCI által, de lesz egy ilyen is Nyíregyházán. Egy most. Ilyen? Egy, igen, egy akkor egész. A fajtáját tekintve ő lesz az első biztos. Ha megfelel a standardnek, illetve annak a leírásnak, ami ugye rá is vonatkozik, akkor akár ő is lehet, így van. És hogyha nem feltétlen az előírásokat nézitek, hanem unblock a szépségversenyt, lesz ilyen? Tehát gondolok itt arra, hogy volt olyan év talán, amikor mondtátok, hogy nem feltétlen csak fajta tiszta kutyusokat vártok, most lesz ilyen? Versenyszám, vagy valami hasonló? Nem lesz ilyen versenyszám, lesz. Tehát itt törzskönyvezett kutyák szerepelhetnek ezen a versenyen. De a többiek jöhetnek nézelődni. Csak jöhetnek nézőnek, tehát ugye Anita említette, hogy a standardben le van írva minden kutyának, hogy a fejének hogy kell kinézni, igen. Az összes testája le van írva, és tehát ezt a bíró ezzel hasonlítja. Ugye egy keverék kutya, aminek nincs fajta standardje, tehát ez nagyon szubjektív dolog, hogy azt mondja egy bíró, hogy nekem ez tetszik. Tehát itt is azért, amikor van a Best in Show, tehát az is egy nehéz dolog a végén, amikor azt mondja a bíró, hogy német juhászt és spániellel összehasonlítok, tehát ez már ugye én ezt szubjektív dolognak tartom, hogy azt mondja, hogy mennyire felel meg a fajta jellegnek, de ugye már amíg neki jobban tetszik, tehát én azt mondom, hogy inkább itt már ilyen show jelleggel mennek a dolgok. A show jellegű megmérettetés hány óra körül lesz? Mert hát gondolom reggeltől már várjátok az érdeklődőket, főleg a gyerekeket, mert nekik ingyenes a rendezvény, de mikor lesz a fő-fő attrakció? Maga a kapunyítás az 7 órától van egyébként, nyilván ekkor fognak érkezni a kiállítók is, és ugye a kiállítás megnyitója az 10 órakor, tehát 10 órától kezdődik maga a kiállítás, és ahogy ugye lement a megnyitó, akkor el is kezdődnek a bírálatok, tehát ha valaki a legtöbb kutyát szeretné látni, akkor annak érdemes 10 órára érkeznie, hiszen ekkor lesz minden kutya úgymond még jelen. Aztán ugye ahogy zajlik ugye maga a kiállítás, ahogy ugye megkapja mindenki
aki az elért eredményét, lesznek akik már hazamennek, és lesznek akik még maradnak ugye a délutáni programra. Tehát akkor délutánig biztos, hogy érdekességeket láthatnak az érdeklődők vasárnap a Sóstói Múzeumfaluban. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, addig is kívánok önöknek hétvégére kellemes időtöltést, jövő hétre pedig kitartást. Viszontlátásra!